Az állam átvállalja a bérköltség 70%-át a rövidített munkaidő esetén, nem szűnik meg a fizetés nélküli szabadságon lévők biztosítási jogviszonya, és 75 ezer végzett egyetemi, illetve főiskolai hallgató nyelvvizsga hiányában is átveti diplomáját. Ezekről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt a gazdaságvédelmi akcióterv részleteit ismertetve. Kedd reggeli adatok szerint Magyarországon 817 igazoltan új koronavírussal fertőzött beteg van, 71-en gyógyultan távoztak a kórházból, 47-en pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 14.997-en vannak. Először is meg kell védenünk a munkahelyeket. Ennek részeként állami támogatást biztosítunk a rövidített munkavégzéshez kapcsolódóan. Az elkerületlen leállás idejére eső bért igazságos plafon mellett a magyar állam 70%-ban átvállalja 3 hónapra. Ezt a németek Kurzarbeitnak hívják, mi ezt egy kicsit átalakítottuk. Azt is szeretnénk, hogyha ez alatt a Kurzarbeit idő alatt a munkavállalók, akik kapják a jövedelmüket, nem otthon lennének, hanem olyan hasznos a cég számára fontos tevékenységet végeznének, legyen az oktatás, legyen az a cég egyéb ügyének a továbbfejlesztése, ami hozzáadott értéket állít elő, és egyébként nem vezet egyfajta szünethez a munkavállaló szempontjából. Ezzel a döntéssel a munkavállalók nem vesztik el a munkaerőjüket, a munkahelyüket, a munkaadók pedig nem vesztik el a munkaerőjüket, ami egy újraindításnak abszolút a legfontosabb feltétele. Egy másik nagyon fontos döntés, amit a kormány meghozott, Magyarország az elmúlt 10 évben high-tech ipari országgá alakult, ezt továbbra is szeretnénk fenntartani, a kutatásfejlesztési kapacitások, amelyek kialakultak, itt most veszélybe kerülhetnek, ezért úgy döntöttünk, hogy a mérnöki, a kutatásfejlesztési munkakörben dolgozók esetén az elkövetkező 3 hónapig 40%-os bértámogatást biztosítunk, ugye az ő esetükben a rövidített munka, de nem értelmezhető, hiszen egy fejlesztő mérnöknek, egy matematikusnak, egy közgazdásznak a kutatási tevékenysége, az nem kapcsolódik a közvetlen rendelésállományhoz, ezért ők veszélyeztetettek, ezt a veszélyt szeretnénk ezzel kompenzálni. Egy sor olyan adminisztratív módosítást is végre fogunk hajtani, amelyek rugalmasabb teszik a munkaszervezést, különböző adókönnyítéseket és adminisztrációs könnyítéseket vezetnek be. Egy nagyon fontos elem ebben a helyzetben a kormány és a szervezetek közötti kommunikáció, ezért beindítottunk egy vállalkozói portált, ahol a vállalatok rögtön tehetnek fel kérdéseket, rögtön jelezhetik az ügyeiket, ezeket pedig menedzseljük, ezt Valinak hívják, vállalkozási portál. Az adókönnyítés és egyszerűsítés tekintetében a következőkről tudom önöket tájékoztatni. A szociális hozzájárulási adót 2 százalékponttal csökkentjük 2020. július 1-től, úgy, ahogy egyébként ebben megállapodtunk. Itt voltak különböző ellenzéki szélenhangú, hogy a kormány ettől vissza fog lépni. A kormány nem lép vissza semmilyen korábban kötött megállapodástól. Ez is a gazdaság terhének a csökkentését szolgálja, ahogy egyébként annak idején a megállapodásunkban is ez szerepel. Elhalasztjuk a beszámolókat, hozzákapcsolódó éves adóbelovásokat szeptember 30-áig, az EKR rendszerben biztosítékalanyi mentességet vezetünk be, és bevezetjük az automatikus visszafizetés lehetőségét is. Felgyorsítjuk az áfa visszaigényléseket, normál adózónak 75 napról 30 napra, megbízható adózónak 30 napról 20 napra. Speciális fizetési könnyítéseket vezetünk be, részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklési lehetőséget teremtünk az eljárások és a nyomtatványok egyszerűsítésével. Bevezetjük azt, hogy az adózói minősítések, ugye itt kockázatos és megbízható adózóról szoktunk beszélni, tehát az adózói minősítések tekintetében az adózót ne érje joghátrány a veszélyhelyzeti időszak esetleges mulasztásai miatt, én azt gondolom, ez egy nagyon komoly könnyítés a jövőre nézve. A veszélyhelyzet alatt a munkavállalók oldalára a betegszabadságra szóló dokumentumokat elektronikus másolat formájába is be lehet nyújtani, már erre nincs lehetőség, jövőben ezt be fogjuk vezetni. És egy nagyon fontos dolog, hogy a vészhelyzet miatt a fizetés nélkül szabadságon lévő munkavállaló biztosítási jogviszonya nem fog megszűnni, nem fog szünetelni, a munkaadó befizetheti utána az ECHO-t. A Józsi András Oktatókórházban a járványügyi vészhelyzet mellett jelenleg is látogatási tilalom van érvényben, ezért gyalogos forgalmi korlátozások lépnek életbe a kórház területén. A gyalogosok csak a kórház Szent István utca felőli főbejáratát és a szakrendelő épületének Bocskai utca felőli bejáratát használhatják. A Nagyvárad utcai teherportát és a Bocskai utca felőli mentőbejáratot tilos gyalogos forgalomra használni. A kórház vezetése kéri a lakosságot, szigorúan csak indokolt esetben lépjenek a kórház területére, átmenő forgalomra ne használják.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A húsvéti ünnepek körüli hulladékszállítás kapcsán tájékoztatja a lakosságot, hogy április 10-én nagypénteken a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az április 13-ai húsvét hétfői körzetből április 11-én szombaton szállítják el a hulladékot. A társaság kéri a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket a módosított ürítési napon is reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. Nem állt meg az élet Vásárosnaményban, a lakosság összefogva, a szabályokat betartva éli mindennapjait, mondta el televíziónknak Filip Sándor, a város polgármestere. Az önkormányzat takaréklángon működik, akárcsak az intézmények, azonban az élelmiszer és a gyógyszerellátásban nem tapasztalható fennakadás. A jelenlegi helyzetben nagyon pozitívnak ítélem meg azt, hogy a lakosság hozzáállása teljesen normálisra kerekedett ki. Az elmúlt hét végétől folyamatosan átérezte a lakosság azt, hogy hogyan is, milyen formában kell viselkedniük, és a kormányrendeletnek megfelelően, és annak érvényt szerezve próbáltunk mi is hatni az emberekre. Átérzik a helyzetnek a súlyosságát, és tényleg csak indokolt esetben tartózkodnak az utcán, mennek el boltba bevásárolni. Az idősek előtt is tisztelet, hiszen próbálják betartani, sőt be is tartják, be is tartatjuk a 9-től 12 óráig történő bevásárlási időt. Minimálisak a mozgások, úgyhogy ez mindenképpen segíti azt a folyamatot, amely a járvány lassítása érdekében elindult. Az intézményeket csak a szükséges mértékben használják, így például az iskolákban, óvodákban is egy-két gyerek tartózkodik, akiknek a szülei az egészségügyben vagy a rendvédelemben dolgoznak. Úgy hiszem, hogy egy nagyon komoly összefogást tapasztalható a városban. Külön köszönöm azoknak a vállalkozóknak, tűzoltó egyesületek tagjainak, akik a tegnap esti fertőtlenítésben segítettek, ezt folytatjuk majd a mai este folyamán is, hiszen Vásárosnemény a beleg szíve speciális kis település, több település részből áll, egyszerűen nem érünk el mindenhová, beígérem, hogy ott leszünk és odafigyelünk. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon otthon, tartsa be a szabályokat, és figyeljünk egymásra. A maszk kapcsán jelezném, hogy a maszk beszerzése folyamatban van, és azt is közé fogjuk tenni, amikor ebből tudunk jutatni a lakosságnak. Tudom azt, hogy nagyon sokan vartak, óvodák, óvónők, egyéb csoportok, közösségek, úgyhogy ebben is próbálunk mindent megtenni az egészség védelmére, a járvány lassítására. Az egészségügyi ellátásban nincs fennakadás a kistérségben, tette hozzá Filip Sándor, ahogy a boltok ellátásában és a gyógyszerkészletekben sincs hiány. A vállalkozások és a munkahelyek tekintetében azonban néhol már érezhetők a változások. Összességében elmondható, hogy több középvállalkozást takaréklángon él, ugyanakkor vannak olyan vállalkozásaink, akik pont a fejlesztés, a fejlődés idejét érik és építkeznek, mondok itt a Kisbéke logisztikai központra, illetve vannak olyan topos beruházásaink, fejlesztéseink, melyekben szintén helyi vállalkozók és vállalkozások kaptak szerepet. Itt az ARJ ruhagyár, a korábbi Börny ruhagyár helyzete kérdéses, de hiszem, hogy a jövő hét folyamán ez is megoldódik, és erre is pont kerül, hiszen egy 540 fő foglalkoztató gyárról van szó, amely illetve már meg szednapokat is, de tudjuk azt, hogy jelen esetben a piac elsőlegesen nem az öltönyök és a zakók vásárlására van berendezkedve. Reményeink szerint a maszkgyártás elkezdődhet és el is kezdődött valamilyen szinten. Nyilván itt nagy kereskedelmi hálózatokba fognak majd belépni, beépülni. A legnagyobb gyáraink közül kiemelném a Sisconot, amely üzemel, és ahonnan az áruszállítás folyamatos, egy olyan 80%-os nagyságrendben az eredetihez képest azért a ki- és beszállítás az megtörténik, a munka az zajlik, míg a Austria Juice-nál pedig, hogy a gyümölcsléfeldolgozás folyik ugye a gyümölcstermesztési időszakban, ugye nyár végén és ősszel, itt a kiszállítások mennek, a megrendeléseket tudják teljesíteni. Összességében, ha és amennyiben a helyi vállalkozóknak információra, segítségre van szükségük, az önkormányzatunk nyitott, és mindenben állunk rendelkezésükre. A város a kialakult helyzet ellenére folytatja a már elkezdett beruházásait, így például a Gergely-Ugonyai kikötő és strand építését is, ahol többek között családbarát mosdót is kialakítanak majd. Mária Pus lakossága jól alkalmazkodik a megváltozott szabályokhoz. Tudtuk meg a város polgármesterétől, Papp Bertalantól. Az önkormányzat az előírt szabályok betartásával igyekszik minden esetben segíteni a lakosságot a mindennapok során, kiemelt figyelmet fordítva az idősek egészségének védelmére. Panaszáját, illetve egy véleményvágyát is kérdeztünk már korábban. Segélyeket, amit lakosok el akarnak adni, ők a lárába helyezik el, amelyet minden nap átnézünk, illetve értékeljük.
a hivatalon belül kormányablak működik, ők is nyitva vannak minden nap, folyamatosan megy az ügyintézés. Én azt szeretném mondani, hogy inkább köszönettel tartozunk a lakosok felé, mert valóban fegyelmezettek. Tehát látom, hogy a boltok előtt 2 méteres távolságban türelmesen megvárják a sort, amikor ugye sorra kerülnek, itt is betartjuk azokat a szabályokat, ami országosan kötelező, tehát a nyugdíjasok mikor vásárolhatnak, illetve a fiatalabb korosztály. Közétkészítés megy, tehát étel kiszállítással, idősek otthonában 2 van, ugye ott egyház fenntartásával, ott látogatási tilalomban, folyamatosan orvosi ellátás megy, gyógyszertár megy, tömegközlekedés megy. Én azt mondom, hogy egyelőre még nagyobb fennakadás, én nem látok a településen, igyekszünk, és be is tartják mindenki a kötelező elérásokat. Mária Pócsa közelmúltban 2 átfogó beruházásba kezdett bele. Pap Bertalan beszámolt arról, a település Nyírbogáttal összekötő külterületi kerékpárút építése a tervezett ütem szerint halad. A városi óvoda és általános iskola energetikai felújítását azonban nem biztos, hogy az előre meghatározott határidőn belül befejezik. A fejlesztések, ami folyamatosan elindult, azok mennek. Hát ugye van, ahol szünet van, tehát kivitelező jelezte, hogy szünet van, de ezt természetesen mérlegelni kell az önkormányzatnak, és mindent elfogadunk, ami valós ér. Gyakorlatilag kerékpárút építés folyik település külterületén, illetve van egy energetikai beruházás, ami megy. Most például a szünetelőt is kért a kivitelező, ugyanis egy 3 hónap csúszást, amit természetesen mérlegedünk, ez is meg fog valósulni őszre, más gondot jelenleg nem látok. Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba. És ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet, változó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. Így hangzik Vörös Sándor A teljesség felé című művének részlete egy színésznő tolmácsolásában. Jenei Juditot a Móricz Zsigmond Színházban legutóbb még az 1001 éjszakában láthatta a közönség, de 2020. március 12-től a kormány által kihirdetett rendelet értelmében visszavonásig felfüggesztették a színházi előadások megtartását, így a Teátrum színművészei is otthon maradtak, és onnan közvetítik a kultúrát a nézők felé. Úgy indult az ötlet, hogy ránk szakadt ez a nagy szabad, aminek nyilván nem nagyon örültünk, pláne a helyzet adta dolgok miatt. És napok teltek el, házi teendőket elvégezvén, kifogytunk az ötletekből, hogy mit tudnánk csinálni a kedvesemmel. Így hát összedobtuk, amíg van, ő ugyanis operatőr, én pedig színész vagyok, és kitaláltuk, hogy hasznossá kéne tenni magunkat. Ezért ilyen, hát elkezdtünk keresni olyan lélekemelő, lélekerősítő verseket, gondolatokat, amelyek akár néhány percre elvonják az emberek figyelmét a borzalmakról, amik ma körülvesznek minket, akkor már tudtunk segíteni. A Móricz Zsigmond Színház szabótárában sem unatkoznak. Az ott dolgozók a koronavírus elleni védőmaszkok gyártásába kezdtek. Ezeket elsősorban a színház és Nyíregyháza önkormányzatának munkatársai kapják meg. Raktári anyagokból napi 40-50 darab maszk készül női és férfi fazonban, 2 méretben, a hagyományos téglalap formában és íves fazonban is. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén több közúti közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában. Ma hajnalban az M3-as autópálya 238-as kilométer szelvényénél egy román rendszámú kamion átszakította a szallakorlátot, majd a szemközti autópálya forgalmi sávjába rontott, és ott oldalára borult.
több tonna burgonya borult a útburkolatra. Ennek összetakarítását a Magyar Közút egy külső cég bevonásával megkezdte, illetve a tűzoltók a műszaki mentésben segítettek. Több órán keresztül terelték az autópálya forgalmát Nyírbátor, illetve Levelek fele. Ebből adódóan nagyobb menetidővel számolhattak, akik például a főváros fele közlekednek. Az anyagi kár az több milliós nagyságrendű. A megyeszékhelyen ma útburkolati jeleket festettek, és fognak festeni az elkövetkező napokban több helyen, főútvonalakon. Több helyen helyreállítási munkálatokat végez az EON, illetve erős áramú kábelfektetések miatt kell számítani útszűkületre, például Nyírbátor belterületén. Felhívom figyelmüket, hogy Nyírbátor belterületén, akik közlekednek, több helyen van sebességkorlátozás, így például az Édesanyák útján, illetve közvetlenül a belvárosban, a körforgalmi csomópontban. Nagyon sok helyről kaptunk jelzést, hogy vadgázolások történtek az elmúlt 24 órában. Felhívom figyelmüket ismételten a vadveszélyre, hogy a járművezetők vegyék komolyan és figyelembe a kihelyezett kereszttáblákat, amik egyértelműen a vadveszélyre hívják fel a közlekedők figyelmét. És vadelütések a nap 24 órában bármikor előfordulhatnak, akár éjjel, illetve nappal, tehát ezzel számoljanak a közlekedők, hogy időben tudjanak lassítani, ha szükséges, akkor megállni. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! Fehér Oroszország és Nikaragua kivételével a világ valamennyi országában születelnek a labdarúgó bajnokságok, Belgiumban pedig az ottani szövetség befejezetnek nyilvánította a szezont. Magyarországon egyelőre a valamikori folytatásra várnak a csapatok és a játékosok, akik otthoni környezetben végzik a klub által előírt gyakorlatokat. Így van ezzel Tisler Patrik, a Kisvárda támadója is, akinek elmondása szerint némi könnyebbséget jelent, hogy családi körben kell elviselni a bezártságot. Itt vagyunk a családdal, Nyíregyházan, mert azért mi ugye Pesten lakunk igazából, de nem akartunk visszamenni, mert ott elég nagy gócpont van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy maradunk. Meg hát ugye kaptunk egyéni edzéstervet ugye a Várdától, és azt csinálom ugye minden nap. Utána meg hát a több időm van ugye a családra, úgyhogy itt nekünk van egy kis hátsó kert, ott szokott a gyerek biciklizni, mászókázni, csúszdázni, úgyhogy igazából a családdal telik a nap többi része, van egy másfél órás edzésprogram, és utána igazából csak a család. Normál esetben ezen a héten a Mezőkövesd elleni hazai bajnokira készülne Tisler Patrik, aki egyelőre annak is örülne, ha már labdás gyakorlatokat végezhetne csapattársaival. Tudni kell, hogy igazából itt labda ugye nincs egyáltalán, tehát itt futóprogram van, és igen, az hogy megőrizzük talán hogy a tüdőre, illetve az izomzat ne épüljön le, de hát, hogy így formában maradjál ahhoz azért kevés. Inkább azt mondom, igen, hogy szinten tartás, hogy talán nem kell a nulláról kezdened, de hát azért nyilvánvaló, hogy egy futballista a labda a fő szempont, úgyhogy az ugye meg nincsen, tehát azért ugye elég rossz így, hogy egyedül edzel, meg ugye még labda sincs nagyon, úgyhogy ez így eléggé rossz szituáció. Mint a csatár elmondta, a bezártság mellett leginkább a bizonytalanság viseli meg a játékosokat. Kommunikálunk, ugye csapattársakkal szoktunk beszélni, hívjuk egymást, hogy mi újság, mit tudsz, hogy mint merre követjük azért tényleg a újságokat, de ez a bizonytalanság az azért mentálisan azért elég rossz nyilván. Próbálunk kikapcsolni, meg ugye hál' Istennek én azért együtt tudok lenni a családdal, tehát azért ki tudom kapcsolni, ki tudom zárni, de azért minden egyes alkalommal, amikor ugye elindulok egyedül edzeni, akkor ez benne van a fejemben, hogy na, vajon akkor mikor tudok újra futballozni, mikor tudok újra meccset játszani, be tudjuk-e fejezni egyáltalán a bajnokságot, tehát azért elég sok kérdőjel van, és ez azért fejbe ezt így helyre kell tenni. Az NB1-ben listavezető Ferencvárosnál a Nemzeti Sport információi szerint már elkezdték a kiscsoportos edzéseket. Az Európai Labdarúgó Szövetség álláspontja az, hogy mindenhol törekedni kell a bajnokságok nyári befejezésére. A szakemberek véleménye szerint egy hosszabb kihagyás követően legalább 3-4 hetes közös felkészülésre van szükség ahhoz, hogy ismét tétmeccsen léphessenek pályára a csapatok. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 7-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!